Sajnos előbb nem volt semmi alkalmam Budapesten járni, de most a műsornak köszönhetően láthattam bár is csak egy nagyon kis részét Budapestnek, és nekem nagyon megtetszett azért, mert ez az én népemnek a hazája. Még a fodrászhoz is eljutottam egy kis stílusváltásra. Kis faxot teszek rá, jó? Mivel, hogy nem tudok fellépni egy sörénnyel, mint egy oroszlány. Mit szólsz? Egészen, nagyon tetszik. Nagyon szépen köszönöm. Ezt a darabot még zenekarral soha nem is hallottam, nem is adtam elő, úgyhogy az első 4-5 ütemben annyira örültem és libabűrös lettem. Magyar népzene és a klasszikus zenének valamilyen keveréke, ahol valójában meg tudom mutatni azt is, hogy a klasszikus zenében milyen jó vagyok, és az mellett, hogy persze magamhoz, mint egy magyarhoz igaz maradjak. Kiskorom óta mindig az volt a vágyam, hogy a magyar nép elfogadjon engemet, hogy belássák a tudásomat és a zenémet, és most kaptam egy alkalmat, ahol meg tudom mutatni magamat és a saját érzéseimet és a saját zenémet, és ez nagy örömet okoz a számomra.
Gratulálunk! Ez a darab amennyire könnyed és egy kicsit olcsó, annyira nehéz is. Múltkor is egy karakterdarabot játszottál, az neked jobban állt. Ebbe szerintem olyat próbáltál beletenni, ami ebbe a darabban igazából nincs, viszont az az előnyödre válik, hogyha majd olyan darabokat játszol, amik ennél egy kicsit komolyabbak. De amúgy megoldottad a helyzetet tökéletesen, és nagyon jól helytáltál. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm! Fantasztikus az a munkamennyiség szerintem, amit te beleteszel egy darabba, és ez érződik, hallatszódik is. Minden egyes hangnak van mögöttes tartalma, és szeretné minden egyes hanggal adni a közönség számára. Ez nagyon-nagyon becsülendő. Igazából pont azon gondolkodtam, hogy vajon mi hiányzik nekem. Egyetlen egy dolog, ez most egy koncert csárdássá alakult, és nem éreztem magam ott bent a csárdában, hogy jaj, de meginnék most egy jó vörösbort, és húzatnám egy kicsit, de hát ezt meg lehet tanulni, és meg ezt tapasztalni is kell. De egyébként nagyon jól áll neked a színpad, nagyon jól áll a kezedben a hegedű, tehát igazi hegedűs attitűdöd van, és ez a legszebb reményekre jogosít fel továbbra is, úgyhogy köszönöm szépen az élményt. Én is köszönöm. Nekem meg nagyon nagy élmény volt, mert olyan érzésem volt, mintha visszarepültem volna a 60-70-es évekbe, és filmzenét hallgattam volna. Tehát úgy végigvágtáztunk a lovakkal egész Magyarországon, mindenhol, és nekem nagyon tetszett, köszönöm, gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Roberto, miért szereted ezt a darabot? Ezt a darabot azért szeretem játszani, mert én úgy érzem, hogy ez az a határ, amit megenged a klasszikus zene, és a népi zene között, hogy kell legyen egy határ, ahogy el kell játszani a darabot, hogy se ne az egyik irányba induljon az ember, se a másikba, hanem pontosan a közepén. És mit szólsz ahhoz, hogy ez az egész virtuózok verseny így összerántotta a családot, hogy itt szurkol neked mindenki? Hát erre csak is köszönetet tudok mondani, mivel hogy a családomat rég nem láttam, úgyhogy csak tiszta köszönetet tudok mondani, hogy itt mindenki itt lehet, és hogy mindenki szurkolhat nekem. Mi köszönjük neked. Én is köszönöm. Amennyit, amennyit, igen, amennyit, anyu, ért hozzá, nagyon jó volt.